Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Kamocsáról jelentkezünk, ahol az érsekújvár járási bajnokságban, a 7. ligában a listavezető nagy nehezen, igaz, hogy végül talán magabiztosan 2-0-ra verte a Nánát, bár az első fél óra után minimum ilyen eredmény fordított előjellel lehetett volna. Kérdezem ugye először is Kijánek Zsoltot, a legendát, az egykori Dac játékost. Ugye az első fél órában ott gondolom, hogy ha még van őszhajszálad, akkor az is elfogyott, mert ott 0-3 simán lehetett volna. De hát egy meccs 90 percig tart. Ez a nánai csapat specialitás, hogy kihagyja az ígyszereket, Zsolti? Sajnos igen, készültünk arra, hogy kicsit bevédekezünk, mindenképpen betörömíteni, mert tudtuk, hogy gyorsak, úgyhogy próbáltunk brékékre játszani, ami be is jött. Sajnos úgy láttam, hogy a bíró egy picit lehet, hogy nem jól figyelte azt első mozdulatot, hogy kezet ítélt, ami talán gól lehetett volna, mindjárt más lett volna meccs kifolyólag, úgyhogy én szerintem ennyi hozzája. Sajnos gyorsabbak, utána letámadtak minket, jöttek a gólok, és megnyugodott ellenfél csapata, és akkor már ott balosztak ők is. Ugye Zorán kérdezem, hogy itt Zsoltival ketten osztátok el a feladatokat, vagy te vagy a főnök, és te cserélted be őt, mert gondolom, hogy a Zsolti nem nagyon akart már bemenni 2-0-nál 52 évesen. Mindenképpen ketten vagyunk a problémákat, mert a cselemtet is, hát ezért focival kapcsolatos. Még szerintem még be vagyunk egész csapatot, tehát mindenkitől kérdezünk mindent, hogy hogy érzünk, hogy van, és akkor úgy. Ma picit meg is variáltuk az egész csapatot. Még nem itt szokott feladni, hogy ma megvariáltuk az egészet, mert tudtuk, hogy kamocsa edzésben, heti két edzésünk van, jó ellenfél, stb. De én szerintem jól megadtuk el. Én szerintem nagyon büszkék vagyunk a Zsoltival a csapatunkra, de én szerintem első fél óra egy osztály jobban foglalkoztunk. És ha bejönnek ott a helyzetek, akkor lehet, hogy meg is törik a csapat, és megint tudtuk volna még variálni, mert itt tudtuk, hogy a Denis Kijánek, és itt hattuk így Zsolinak a végére, aki szintén egyik legjobb futballistánk, és hattuk a végére, tehát volt még tartalékban ilyen összerakott gondolat, de sajnos ez a két gól kaptunk minket, és tudtuk, hogy kondillag picit így el fogunk venni, mert elfáradott, mert nálunk nincsenek előrendések, 6-8-a járunk edzése sajnos, a munkavéget, stb. Úgyhogy én ezt eredményt úgy el is fogadom vártam, de azért 2-2 jobbat volna. Hát igen, az ígyszerek arányában benne volt. Lehet azt mondani, Zsolti, hogy talán, hogyha jobban kihasználja a helyzetét a Nána, akkor nem ott lenne a tabella alja felé, inkább, mert hát nem volt különbség a listavezető ellen. És hát itt a hazaiak mindig arra panaszkodnak, hogy az összes ellenfél itt akarja megmutatni, hogy jól focizik, más meccseken nem nyújt ilyet, tehát a kamocsa ugye egyértelműen kijelentette, hogy fel akar jutni. Tehát ilyen értelemben rajtuk van állandóan a nyomás, és ez meg is látszik. Tehát a Nána számára is az fontos volt, hogy na, a listavezető ellen kétszeresen is megmutatjuk. Mindenképpen ez a fiatal srácokban benne van, hogy kihúzzuk magunkat a bajnok lévő csapat ellen, vagyis aki arra tör. Úgyhogy én szerintem ők is fejben úgy döntötték el, jó volt a pálya, jó a nézősereg, úgyhogy mindenképpen földobja egy kicsit hátran, hogy kevés a bíró néha, hogy nem reális a ítélkezés, de én szerintem belefér minden, de mindenképpen így van, hogy mindenki itt akarja első csapatnál jó teljesítmény nyújtani. Ugye ez nagyon jól össze van rakva ez a csapat szerintem, mert ugye van itt egy észember, egy talán lábbal már nem olyan gyors, de fejben igen, a Golán Norbi, és hát van két igazán fürge csatár elől, és hátul pedig hát azt mondom, hogy van egy olyan, nem is tudom kire hasonlít, talán Frank Leboeufre. Francia világbajnokra, az a söprögető, tehát össze van rakva ez a csapat. Esetleg, hogyha tudnál többet edzeni, akkor lehet, hogy az első ötbe is beférnétek. Nem is fogunk mindenképpen, nem kell többélni, benne leszünk elsőre. Jó, akkor remélem, mert ez a csapat nagyon kulturáltan játszik, és ezt jól mondom, jól össze van rakva. És esetleg, Zsolti, mikor lesz a búcsú meccsed, mert akkor arra külön a Frankó TV kimegy, mondjuk egy olyan 3 év múlva? Még amíg a egészség engedi, addig szeretnék, úgyhogy még nem tervezek. Nagyon helyes. 13 év múlva. Nem sietem. Oké, rendben. Hát mindig elő szoktam hozni a Kazu, japán világrekorder, aki ugye, hát most nem tudom, pontosan 52 éves, azt hiszem, és a Portugál második ligában játszik.
Úgyhogy lehet, hogy... Osztálda meg ott van a Bernard Feri. Igen, Udvardról tényleg a triatlonista. Rokasz, azt hiszem, Rokasz, Rokasz edzője. Igen, és még itt volt ugye Szemerédi, illetve Szemerovói, Csoknai Norbi. Igen, csak avval együtt jártam Szerdahelyen, kiváló futbolista ő is. Igen, tehát azt mondom, hogy itt azért van kitől tanulni nánán. Hát Zorán Ivanics és Kiani Zsoltinak gratulálok a mai meccshez. Azt hiszem, hogy majd a góllövést kell gyakorolni. Kiani Zsoltinak azért megyegetett a góllövés, az élvonalban több mint 100 meccset lejátszott, ezt mi még emlékszünk rá a dacban. Hát Zorán is érti a góllövés művészetét, remélem saját magadat már nem fogod betenni. Ja, meg is teszem magam valamikor. Megteszem. Nagyon helyes, öreg fiúk, akkor csak itt tovább. Oké. Okay. Provokáció volt a végére. Hajrá Nána és hajrá Felvidék. Egy nagyszerű mérkőzésen 2-0-re nyert a Kamocsa, de azt hiszem a dicséretet megérdemlően. Kiáni Zsolti, Ivani Zorán vezette Nána is, úgyhogy több meccset, ilyet, és több gólt és több pontot. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.